folytatjuk tovább az adásunkat. Azért valószínűleg, hogy akik szoktak reggeli műsort is nézni, pontosan tudják azt, hogy néha megváltoztatja az élet mondjuk az adásmenetet. Néhány vendég előfordul persze olyan, hogy meghívjuk a stúdióba, de valami miatt nem tud eljönni. Hát így járt most Mirkocki Ádám is, a Jobbik szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy ide vártuk a stúdióba, de most legalább telefonon elértük. Nincsen semmi baj, ugye? Nincs. Jó. Pillanatnyi feledékenység. Na, menjünk gyorsan, beszéljünk az aktuális politikai, belpolitikai helyzetről. Miért próbálják egyébként önök most forszírozni ezt az úgynevezett gyémánt ügyet, amikor Szijjártó Péter is kiállt országvilág elé, elmondta azt, hogy semmilyen jelzés, semmilyen hatóságtól az elmúlt időszakban erre vonatkozólag nem kaptak, a kormány részéről is pedig több politikus exponálta már magát ezzel kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen nincs is ez az ügy, sőt, mi több, hát magának Simicska Lajosnak is üzentek, hogy a viszki nem jó tanácsadó. Hát azt megszokhattuk, hogy a kormány szerint minden rendben van, tehát bármilyen apropó, legyen az oktatás, egészségügy, akármilyen probléma fölmerül, akkor ők azonnal cáfolnak. Az élet azonban egész más mutat. Hogyha a korrupció területe van górcső alatt, akkor azt látjuk, hogy lényegében az Európai Unió tagállamai között most már második helyen van a negatív listán Magyarország. Lényegében csak Bulgária nevezhető már korruptabbnak, mint Magyarország. És hát ebbe tökéletesen illeszkedik ez a bizonyos gyémántokon keresztüli pénzmosásos történet, amit persze mindig feltételekkel vagy feltételes módban kell kezelni addig, amíg bizonyosságot nem nyer. Ilyenkor szerintem egy kormányzatnak, vagy bármilyen hatóságnak az lenne a feladata, hogy exakt módon minden, amit az ügyről tud, akár azt igazolja, megerősítse, avagy cáfolja. Önök tudnak valamit arról egyébként, hogy ez a bizonyos védett tanú, ez létezik? Létező személy? Nagyon nehéz egy újságcikk alapján át vagy bét mondani. Az minden esetre a körülmények, ahogy az a cikk tartalom megjelent, az lényegében illeszkedik elmúlt 8 éves magyarországi ügyekhez, de még egyszer mondom, én nem akarok prejudikálni. Azt szerettem volna csak mondani, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak van egy külön osztálya, amely az ilyen jellegű korrupciós bűncselekményre utal, illetve azok felszámolására jött létre. Ilyenkor az lenne egy normális ügymenetben a rend, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal beszámol a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak arról, hogy ő milyen lépéseket tett, ellenőrizték-e ezeket az információkat, és akkor vagy megnyugtat mindenkit, hogy nincs ilyen ügy, vagy pedig elmondja, hogy van, de nem egészen így, van, vagy abszolút így, és adott esetben olyan jelentésekről is beszámol, amiről mondjuk a társszervek, hogyha már az FBI által van. Hadd kérdezzem azt meg, szóvivő úr, hogy önöknek mi a véleménye Karácsony Gergely kijelentését illetően? Ugye ő azt mondta, hogy néhány napon belül ezzel az üggyel kapcsolatosan vagy összefüggésben lehetnek újabb tanúvallomások. Önök szerint Karácsony Gergely tudhat akkor ezek szerint valamit, amiről még más nem tud, vagy ő is csak vélelmez dolgokat? Nem tudom, hogy ő mit tud és mit nem. Azon én sem lepődnék meg, hogyha ez egy valós ügy, akkor vélelmezem, hogy lesznek még részletek, vagy olyan információk, amelyek eddig nem jelentek meg, de aztán a nyilvánosság elé kerül. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy újságíró mondjuk ilyen részletességgel, ilyen szerteágazó ügyben az egészet kitalálja és blöfföljön. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen valóság alapja van. Hogyha abból indulunk ki, hogy az uniós pénzek, támogatások jelentős része nem arra a célra fordítódik, amire azok a támogatások érkeznek, akkor talán már nem is vagyunk messze ennek a cikknek a lényegétől, hogy valamilyen pénzmosoda keretében eltűnnek ezek a pénzek Magyarországról. Ugye a hatóságok elől elrejteni az egy tökéletes helyzet, hogy akkor a Közel-Kelet különböző országaiban vagy bankjaiban próbálkozunk meg. Látott már ilyet a történelem. Szomorú lenne, hogyha ez éppen kormányzati segítséggel történne. Igen. De hogy Karácsony Gergely mire gondolt, nem tudom. Jó, ez majd lehet, hogy kiderül. Mirkocki úr,
Berkesz Balázs volt ma az egyik vendégünk, vagy pontosabban a legelső vendégünk. Baranya megyében kisebb atrocitás érte, amikor megpróbáltott egy lakossági, vagy nem is lakossági fórumon kérdezni ifjabb Lomnici Zoltántól, lögdösték, rugdosták. Ugye közeledik a választások napja. Vannak olyan folyosói pletykák, tudja, azért hozzánk újságírókhoz is néha érkeznek olyan információk, amiknek a valóság tartalmát nem tudjuk, de ilyenkor legalább akkor meg lehet kérdezni az adott politikai pártnak a szóvivőjétől, hogy ön tud-e olyan telefonhívásról, amiről mi hallottunk, nevezetesen, hogy ilyen automata hang az elmúlt napokban felhív sok-sok embert, és ez az automata hang azt mondja, hogy Vona Gábor erőszakoskodott korábban egy hölggyel, és majd, amikor elmegy az adott illető választani, akkor ezt vegye figyelembe. Tudnak-e erről az automata telefonhívásról? Én tudok egy automata telefonhívásról, ami a Fidesz részéről érkezik. Gondolom én minden háztartásban, vagy ahol vezetékes számban, vagy nem tudom milyen adatbázisból. De ez nem Vona Gábor erőszakoskodásáról szól, hanem a Jobbik egyik alelnöke, Janicek Dávid egy nem tudom hány évvel ezelőtti hangfelvételére utal. Mármint az Ózdi polgármesterről van szó. Jön. Így van. Ilyenről tudunk. Tehát hát a vonaféle telefonhívásról nem tudnak? Arról én még nem hallottam, most hallok öntől először, fogalmam nincs, hogy ilyen létezik. Ez csak egy ilyen folyosói pletyka, ennek a valóság tartalma lehet, hogy éppen nulla, csak gondoltam, megkérdezem öntől. És akkor már hadd kérdezzem meg azt is, hogy hát, hogy fogalmazzak szépen, szabatosan így korán reggel, széklet darabokat vittek állítólag Vona Gábor gépjárműve elé vagy rá, ezekről az esetekről ön tud? Hogy kiállhat igen, ennek a hátterében? Igen, láttam. Hát nézze, egyrészt van néhány, hogy mondjam, Jobbikkal régóta nem szimpatizáló volt tag, vagy volt szimpatizáns, és ezeket a, hogy mondjam, tiltakozó performance, ez így elég cizelláltan hangzik ahhoz képest, ahogy ezek a valóságban zajlanak. Ezeket meg nem kis fideszes háttérnyomásra szervezik, fogalmam nincs, hogy mit kapnak cserébe. Érdekes, hogy a kampányban Vona Gábor az ország bármely pontján bukkan föl, akár hirdetett lakossági fórum, vagy köztéri rendezvény keretében. Néhány ember mindig mindenhol ott van. Jó, nekem egy picit szervezetnek tűnik. Na, köszönöm szépen, hogy legalább így a rendelkezésünkre állt. Legközelebb ne felejtsen el bejönni ide a stúdióba. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, viszont hallásra.